Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányok város önkormányzata az elkövetkező időszakban, melynek jelentős része pályázati forrásból fog megvalósulni. Prioritást fognak élvezni az út, illetve járda fejlesztések. Az ingatlanjaink elég jó állapotban vannak, még egy-kettő ingatlan vár felújításra. Saját forrásból buszmegállót fogunk építeni. Pont a múlt héten voltam a közútnál a megyei igazgató úrral tárgyalni, hogy a Máza irányba ö, nincs kiépített buszmegállónk, és az új telepi lakosságnak ö, ö, nagy ö, vágya le, lenne, hogy ott egy buszmegálló legyen. Mindez balesetvédelmi szempontból is elsődleges prioritást élvez, melyhez autóbusz és peron is kiépítésre kerül. A buszmegálló kialakítása a város saját beruházása lesz, melyet az önkormányzat önerőből finanszíroz. Ezen kívül szeretnénk elindítani a öt éve nem termelő kőbányánkat. Ez még egy nagyon nagy feladat. Most ez ügyben folynak tárgyalások. Bízom benne, hogy az idei év során termelőre fog fordulni a kőbánya, és ebből is bevételhez fog jutni az önkormányzat, ezáltal majd további fejlesztéseket tudunk akár önerőből végrehajtani. A településvezető többek között tervezi a régi briketgyár rekultivációját is, illetve több közösségteremtő program megvalósítását. A rendezvényeket szeretnék minél többet tartani nagymányokon, szeretném a közösségi életet Fellendíteni, felpesdíteni. Most a következő rendezvényünk az a Farsangibá lesz, az óvodás, illetve az iskolás Farsangibá. Ugye itt az elmúlt évben, akkor költségcsökkentés miatt nem volt megtartva az előtti években, meg a COVID járvány miatt. Jól tudom, azt hiszem három évben maradt ki a Farsang, és azt nem szeretném, hogy a gyermekeknek ez az örömük elmaradjon és ne legyen, illetve az iskola javára lesz február 10-én egy jótékonysági retrodiszkó is tartva ez a közeli programok, de 15 éves testvérkapcsolatunk lesz idén reichelsheim a velük is lesz majd egy közös rendezvényünk, ami nagymányokon lesz megtartva. Mint mondja, ezek a közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamat, ami még inkább segíti megerősíteni és összekovácsolni a város lakóit.